Добрый день, дорогие друзья. Воскресный вебинар и сегодняшняя наша тема «Реальность. Насколько реальность реальна?» У нас в студии Раф Михаил Лайтман, Михаил Синелевич, а Борис Белоцерковский. И для обсуждения сегодняшней темы мы пригласили особого гостя Ефраим Элиав, профессор-исследователь квантовой химии Тель-Авивского университета. Публиковался в наиболее престижном журнале мирового научного сообщества Nature. Работал в качестве приглашенного профессора в 15 университетах мира, в том числе в Японии, в Китае, в Америке и Европе. Получил порядка 23 международных грантов и призов для поддержки производимых исследований и в этом году был участником Нобелевского симпозиума, право которого рекомендовать кандидатов для Нобелевского комитета на 17-й год физики и химии. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы выбрали ряд тем на стыке каббалы и науки. Первая из тем, которую мы хотели обсудить, это тема «Человек – венец творения». И самый первый вопрос, который хотелось бы задать, почему именно человек является венцом всего созданного? Это же сначала ко мне. Ну, давайте, знаю. Давайте начнем с вас. Выбирайте. Да. Человек – венец творения. Ну, потому что все творение создано по такой структуре, которая называется человек – Адам. И все части творения, они входят в эту систему, как ее подчасти. Человек называется венцом творения, потому что, в принципе, он включает в себя абсолютно все творение. То есть, когда он начинает постигать творение, то оно проявляется, все творение, как его составные части. А человек начинает понимать, что, в принципе, создан только он. А все остальные, неживое, растительное, животное и люди, они являются его составными частями. И так ощущает и так постигает каждый из нас. Хотя это, в принципе, как-то не укладывается в голове, как-то я... Tehát a többi teremtett része az valójában, az csak az emberi, az embernek a része. Tehát hogy hogyan lehetséges, hogy minden az emberben belül van, ez egy nagy kérdés, de ez az, hogy ez működik, tehát ez az, ahogy nagyon komplex rendszerbe vagyunk belefoglaltatva, amely rendszer mindent magába foglaló, és minden mást magába foglal. Én szeretnék a tudományról valamit megemlíteni. Az utolsó néhány évtizedben, nem régebb óta, van egy gyengébb variáció, amelyik a természeti lényről beszél, egy struktúráról, ami az ember maga, amely különböző feltételek mellett létező embert tett lehetővé, és akkor az élet fel tudott emelkedni ebből az alapelvből. És az emberiség az valójában az a központi linkje a természet fejlődésének, és ilyen módon kell nekünk az embert és az emberiséget értékelni, és így lehet minden folyamatot megragadni. Tehát ez egy nagyon fontos megfigyelés a modern kvantumfizikának, hogy a kvantumfizika az ember nélkül nem működik. Oké, mondja Rav. Tehát, hogyha nincs megfigyelő, akkor a természet nem is létezik. Így van, mondja a tudós ember, aki itt ül a stúdióban. Nagyon sok tudós pontosan erre mutat rá. Na, az én kérdésem, mondja Musi, az intelligenciáról. Mit gondol a tudományról a kabala? A kabala azt gondolja, hogy mi a tudatosság, ugye, ha erről beszélgetünk. Ez egy különleges állapot, amit a hokma fényénél kitöltöttségnek nevezünk. És ez az állapot csak akkor lehetséges, hogyha az ember elér egy bizonyos fajta szintet, ez nem a mi normál fizikai világunkban elérhető valami, hanem a kabala perspektívájából egy fejlődés eredménye. Tehát kijelenthetjük, hogy
A tudatosság valóban az emberben nyilvánul meg, aki egy rendszert foglal magába, és azt a rendszert magába foglalóan fedezi fel, amely a természet is kontrollálja, és akkor majd ki fog derülni, hogy amikor az ember valóban egy állapotban van, ami adakozás, és képes az adakozásban dolgozni, akkor az energia és a fény, amely kitölti az embert, ezt a tudatosság fényének nevezhetjük. Oké, na de akkor a természet maga intelligens? Én nem tudom, mondja arra. A teremtő teljesen mindegy, a kabbalisták ugyanazt mondják erre. Nem, mindig pontosan kell definiálni, mire gondoltok. A természet által... Te a tudatosságra magára gondolsz, mert természet mélyen rejlik, de ez maga a teremtő. Tehát minden, ami megértésünkben zajlik, ez a mi tudatosságunknak a mélye. A tudomány álláspontja szerint mondja az ember, az intelligencia vagy az értelem, amiről nem tudunk túl sokat mondani, a tudatosságról valóban tudunk valamit mondani. A fizikusok között egy nagyon komoly vita, még a kvantumfizika alapítói közői, Gutenberg és egy csomó más tudós között, Born. Ők azt gondolták, hogy a tudatosság az egy dimenzió, ami a térben és az időben van bezárva, és ebből a nézőpontból mi az intelligenciát és a tudatosságot a fejlődés egy szintjének kell látnunk. Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy a természet valóban intelligens, hogyha mi az alapvető elvekre pillantunk, akkor valóban a természet folyamatai az annyira megtervezettek, annyira megfelelő módon irányultak, hogy nehéz szándékosságot látni mögött, tehát valószínűleg ez nem lehet véletlenszerű. Tehát van egy bizonyos fajta folyamat, amely úgy tűnik, hogy csak egy kombináció, de mégis sok tudós úgy gondolja, hogy igen, a természetnek van az a minőség, amit intelligencnek nevezünk, hogy valóban a saját természetében, természetes teremtésében rész az a természet, Rav. Hogyha mi úgy tekintjük ezt, hogy a természetben megvannak a valószínűségek, akkor a valószínűség és a tudatosság az egy valóban akkor tudományos dologgá válik a tudatosság. Oké, de a kérdés tehát, ugye ez, amikor az életet nézzük a Marson, akkor mi történik ott? A tudatossággal is, Rav. Tehát a tömegmédia nyilván megpróbál állandóan ezzel a kérdéssel foglalkozni. De hát is más, hinnünk kell a tömegmédiának, így van. Tehát az élet jelen pillanatban nem létezik máshol. A mi állapotunkban egy szintet kellett elérni, amelyben meg tudjuk határozni általában az életnek az erejét, hogy valóban létezik valami, ezt el kell magyaráznunk, hogy mi ez a létezés, hogy valóban ez a létezés, ez az emberhez viszonyítva értelmezhető, tehát az emberre mindig vizsgálnia kell, hogy mi ez, amit tanulmányoz. Általában önmagán keresztül tanulmányoz mindent, tehát a magában lévő formázás alapján, tehát hogyha mondjuk a Mars bolygóról beszélünk, ez azt jelenti, hogy az emberben kell, hogy létezzen a Mars bolygó, hogy bármit meg tudja mondani a Marsról, és hogy ki tudja fejezni a vágyában a Marsot. Van ott élet, mit jelent az, hogy élet van a Marson az ember szempontjából? Ez az, hogy hogy most vajon azt jelenti ez, hogy olyan, hogy fehérje alapú élet létezik. Első tudom, hogy magyarázom ezt egy viszonylag egyszerű módon. Tehát az élet nem magyarázható egyszerű módon. Tehát minden, amit megvizsgálok, azt csak saját magamon keresztül tudom megvizsgálni. Oké, tehát a valóságérzékelés szempontjából ez így működik. Így van. Tehát magamat kell kutatni. Tehát minden, amit én látok, minden, amit én megvizsgálok, minden, amit érzékelek, az önmagamban érzékelem. Oké, tehát akkor nézzük a következőt. Hogyha az ember megszületett, tehát van egy ember, ami még nem született meg, az hogy lehet a részem? Tehát én azt gondolom, hogy a történelemben láthatjuk, hogy
hogy minden, ami történik, az csak bennem való reflexió alapján érzékelt a számomra. Tehát minden, ami a térben és az időben történik, az valójában bennem visszaverődik. Akkor nincs is történelem, meg dinoszauruszok, meg semmi. Semmi. A kabala azt állítja, hogy az én vágyamnak egy kombinációja adja meg azt, hogy valamit érzékelek, és ez egy emléket hagy bennem. Ezek csak információk, ilyen információs felvételek tulajdonképpen a múltból. A tudomány szempontjából mit jelent a vizsgáló személy? Én a leghíresebb fizikai tapasztalatokról tudok beszélni. A tudományos tapasztalat ugyanis azt mutatja meg, hogy vannak az elementáris részecskék, az alapvető részecskék, amelyeket tanulmányozni vagyunk még képesek, és ezek a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legkisebb beavatkozás után is ezek az elementári mikroobjektumok viselkedése megváltozik, ezek hullámok vagy részecskék, attól függően, hogy a vizsgáló személy hogyan vizsgálja őket. Tehát az ő minőségüket hívhatjuk tudatosságnak is a megfigyelő szempontjából. Nagyon sok kvantummechanikai tény van, amely már kellett, hogy bonyolódjon még a Föld születésekor, vagy egyáltalán a világegyetem születésekor, amit az ember megjelent volna. Tehát az, hogy mi képesek vagyunk gondolkodni ezen, és már nyilván az ember előtt meg kellett, hogy mindez jelenjen, és itt ugyanabban a minőségben vagyunk, ez a tudatosságnak egy alapvető elemei ezek. Tehát, hogyha én az elektromosságot, például az elektront a saját minőségén felülvizsgálom, tehát ha mondjuk nézem az egómon kereszt, akkor részecskét látok, ha objektívan nézem, akkor hullámokat. Lényegében igen, mondja rá. Oké, tehát én azt akartam mondani, hogy ha a megvizsgáló nem vizsgálja a részecskét, akkor nem tudom, mi történik. Tehát pontosan ez az eset, mondja a tudós. Tehát, hogyha a megfigyelő, neki nincs meg a lehetősége, hogy lássa, megtapasztalja, hogy mi történik a részecskék, a tapasztalat nem találja a kísérletnek az eredményét, akkor minden hullámá válik. Ha megkezdi vizsgálni, akkor részecskévétlenek lát mindent. Menjünk át a következő témára. A következő, amire beszélni akarunk, a minőségeknek, a természet minőségeinek a törvényszerűségei. Ha mi azokról a törvényszerűségekről beszélünk, amelyek a legismertebb jelenségei a természetnek, akkor elveket találtunk ezek mögött. Ez például a rezonancia elve, ami egy minőség használatát, az elektromágneses eszközök például ezen az elven működnek. Eszközök, melyek valóban információt adnak és kapnak egymástól. Tehát nagyon sok kérdés, nagyon sok történet van ezzel kapcsolatosan. Amikor a katonák mennek a hídon például, menetelnek, és hogyha a frekvencia megfelelő lesz a menetelés frekvenciának, a híd összeomlik. Tehát ahogy oda csapják a lábukat a hídhoz, egy olyan frekvencia születik, hogy összeomlik a híd. Rav. A formaegyezés törvénye az minden szintjét megtapasztalható a természetnek. Ha mi vizsgáljuk a hasonlóságot a minőségek között, akkor jobban meg tudjuk érteni, hogy mi történik, hogyha a hasonlóság van a minőségekben. Tehát hogyha megnézzük a fizikai testet, vagy a kémiai elemeket, akkor láthatjuk, hogy minden szinten tulajdonképpen egy komoly hazugság jelenik meg először, mert a minőségeknek a formaegyezése a mi világunkban talán annyira nem érvényesül,
hogy mennyire hasonlók a minőségek, azok ebben nyilvánulnak ki, meg, és hogy elutasítják egymást, hogy vonzák egymást tárgya, ki nyilvánul meg. De ha a természetnek a spirituális összetevőről beszélünk, amely fölött áll az anyagnak, akkor nyilvánvalóan a hasonlóság, a minőségi hasonlóságban nyilvánul meg, a belső minőségekben, mert a spirituális szférákban a tárgy maga hasonlóság alapján határozódik meg, vagy különbségek alapján. Tehát semmi más nincs, mint a közelítés és a távolodás a részek között, a hasonlóság vagy a különbségek között, amely minőséget illeti. Ezek a legfontosabb törvényszerűségei a természetnek a spiritualitásban. Tehát nyilván ezt a mi anyagi világunkban is megfigyelhetjük. Musi, hogyan értetjük meg ezt a kabbalista könyvek? Mindig a természetről beszélnek, a teremtőről, hogy a teremtőnek van adakozó minősége. Meg tudjuk ezt mi ragadni? Rav, nem tudjuk ezt vizsgálni a mi világunkban, hát hogy tudnánk? Mi ma megfigyelőről beszélünk, nyilvánvalóan, ami a megfigyelőben nem létezik, azt nem tudja megfigyelni. Tehát ez a formájézés törvénynek megfelelően van így, mert csak azt tudom megfigyelni, ami magamban is bele van foglaltatva. Tehát az ember, aki nem rendelkezik egy bizonyos fajta minőséggel, azt a minőséget nem tudja megfigyelni, magyarabb még egyszer. Tehát a hasonlóság ilyen szempontból szükségszerű. Tehát mi nem tudunk megvizsgálni semmi spirituális minőséget, ha nem rendelkezünk ezzel. Tehát a teremtő jó és jóságos, ezt megfigyelni, akkor ezt nem tudjuk, de valamilyen módon tudjuk, mondja Rav. Mert a teremtő mindenféle jó dolgot emel fel a világban, mi nekünk nincs. Oké, na de akkor nekünk mi csak ijedtünk ebben, nem, Rav? Nem, ezt egy axiómaként elfogadhatjuk, egy törvényszerű kijelentésként, és különböző cselekedetet tudunk megragadni, amin keresztül fokozatosan, lépésről lépésre használva a kabbalista módszert, elkezdünk önmagunkban belül egy olyan érzékszervi érzékelést kiépíteni, mint ami a minőséggel arányos. Tehát belépünk abba a színbe, amivel még nagyobb formájában vagyunk a teremtővel, és akkor képesek vagyunk még több és több dolgot föltárni. Na, de az embereknek ezért nehéz megérteni a kabbalistákat, Rav. Persze, lehetetlen megérteni. Tehát minden kabbalista nyilván egy magasabb szintről beszél és az emberekhez. Tehát mindenki, aki kabbalistának tartunk, az valóban az be van limitálva azokkal a minőségekkel, amiket ő előkészített tulajdonképpen a valóságnak az érzékelésére már. Oké, egy kérdés. Mit gondol a szabad akaratról a tudomány, egy tudósul a teremben? Nyilván a fizika azt mondja, hogy a szabad akarat nem létezik, mondja ez a fizikus ember, aki itt ül. Tehát az fizikai törvénye egyáltalán nem tud semmilyen teret nyitni a szabad akaratnak. Tehát amikor mi a kvantumfizika területére lépünk be, akkor valószínűségek indulnak meg, valószínűségekkel számolunk. Tehát a részecskének nincsen szabad választása, hanem egyszerűen Einstein óta tudjuk, hogy van egy rejtett paraméter a rendszerben, ami valóban nem tudjuk megragadni, de a rendszer mozgatását erőteljesen befolyásolja. És a klasszikus fizika az egy határesete a kvantumfizikának. Tehát még egy csomó dolgot nem tudunk bebizonyítani sem a kvantumfizikából, de van egy olyan paraméter, ahol a valószínűség valóban a kvantumfizikában nagyon mélyen meghatározásra kerül, egy esemény valószínűség, és Einsteinnek a tanítványai, mondta nevét, kutatta azokat a bizonyítékokat, amivel a kvantumfizika, kvantummechanika, ugyanúgy, mint a klasszikus fizika, megpróbálta ezeket a paramétereket megragadni, amelyek a valószínűségeket annyira meghatározzák,
De ezt lehet látni, hogy ezek nem lokális paraméterek. A kvantummechanika ugyanis az nem egy lokális tudomány, azaz a valószínűség, amiről a kvantummechanika beszél, az nem lehet a rendszer teljessége nélkül megérteni. Tehát a szabad akarat, még egyszer, a kvantumfizikában nem létezik. Oké, tehát szabad akarat nem létezik, de mégis a tudósok támogatják ezt. Így van, vannak tudósok, akik megpróbálják azért ezt megragadni, de azt is látni kell, hogy vannak más tudósok is ugyanakkor, akik valóban a valószínűségnek a megragadásán dolgoznak a kvantumfizikán belül. Tehát a matematikai eszközökkel próbálják az eseteket megragadni, az emberek megértsék, hogy a valószínűség, amivel a valóság bonyolódik, az hogyan működik, azonban a rendszer teljes megértése nélkül lehetetlen. Mit mond erről a kabala? Rav. A kabala azt mondja a szabad akaráról, nagyon nagy mértékben sokat beszél erről, mert lényegében ez az a pont, ahol bevonza az embert a kabala, meghatározza, hogy lehet-e valaha szabad akarata, hiszen ha soha nem érhetné el a szabad akaratot, akkor minek tanuljon, hiszen akkor amennyire lehetséges a problémákat meg kellene próbálni csak egyszerűen túlélni, de ez évekig eltart, amíg az ember megérti, hogy mi történik vele. De a szabad akaratának a lényege, mit is tartalmaz ez, mondja Rav? Hogy milyen kötelékek között vagyunk, meg kell értenünk. A kabala elmagyarázza mi számunkra, hogy lényegében a szabad akarat az ember viselkedésére vonatkozó kérdés. El kell jutnunk egy bizonyos állapotot, egy belső potenciált a mi világunkban. Ahhoz, ahogy megértse, mi történik vele. Nyilván ez ma még csak potenciális az ember számára. És hogy felfedezhesse a spirituális világot, két útja van mindennek. Vagy kényszerítve van ez erre a teremtés által, meg a természet által, vagy az ember önmaga kezd el törekedni ennek a megismerésére. Tehát van egy dualitás. Vagy te magad csinálod, vagy pedig vársz addig, amíg a bot hátulról elüldöz téged egy bizonyos pontig. A kabala elmagyarázza, hogy a szabadságot az ember maga építi ki magának, azáltal, hogy nem a természet kényszerét fogadja el, hanem fölgyorsítja az ember a saját fejlődését. De ez csak az erőfeszítés megtételével lehetséges. Pontosan erről beszél a kabala tudománya. És akkor megjelenik a szabad akarat. Az úton, mégpedig a cél elérésének az irányába, ahogy ezt már beszéltük. Tehát ez a cél önmagában, ami az ember előtt van stabilizálva. És akkor egyébként, ha az ember ezt nem tudja megragadni, hogy lehet kiépíteni a szabad akaratot, nincs szabad akarata. Oké, tehát akkor hogy tárul fel a szabad választás? Miután az ember, mondja Rav, a saját alapvető fejlődését befejezi az ásványi, növényi és állati szinten, majd emberré válik a világban, keresztül megy egy bizonyos fejlődésen a mi világunkon belül, és transformálja magát igaz emberré, ami hiszen több ezer éven keresztül érte ezt az állapotot, amíg a rendszer kifejlődött körülöttől, pedig a rendszerrel elkezd kapcsolatba kerülni, és itt nyilvánul meg a szabad akarat a rendszerrel szemben. Tehát nyilván ez a dualitás, amit mondtunk, hogy az ember a következő állapota felé vágyhat, és a pillanatnyi szintjéről elvágyhat, ez a szabad akarat itt kezdődik, és akkor ez a dualitás feltár az emberbe, és akkor a szabad választás is elkezd feltárulni. A kabala ezt a következő szintre való vágyat nevezi szívbe levő pontnak. Ha ez nem kezd el megnyilván, akkor az ember az adott szinten marad, és nincs is szabadság akkor. A következő témánk, mondja Boris,
Az, hogy az általános és az egyedi az ugyanaz. Tehát a fizika hogy írja le ezt a fraktualitást? Tehát az egyén tartalmazza, az egyedi tartalmazza a teljességet. A természet az egész természetet átfogó módon egyetlen rendszerbe foglalja, amely egyébként a kabala alapján 10 sférát tartalmaz, vagy 5 része van a Hawaiának, ugye ez egy betűkód. Tehát az összes kicsiny része a rendszernek tartalmazza ezt a mintázatot, tehát mind ugyanabból az elemekből áll, amit az általános nagy rendszer, és akkor vannak egyedi részek benne, amelyek ugyanezt az elemeket tartalmazzák, és így megy ez egészen a végtelenségig, a végtelen felbontásig. Tehát nincsen semmilyen mód arra, hogy ezt kvantifikáljuk, megszámláljuk, és leválasszunk bizonyos elemeket a rendszerről, erre nincs mód. Tehát a rendszerekre osztjuk meg, a rendszerekre, meg a rendszerekre, és így tovább, tehát állandóan bontjuk tovább a felbontást, akkor ami érdekessé válik, ahogy ezek az a rendszerek kapcsolódnak egymáshoz, tehát a rendszernek valahány része is működik, tehát minden része, bármelyik része a rendszernek, az kapcsolatban áll a rendszer teljességével, és ebből az következik, hogy amikor az ember egyetlen pici részecskét is meg tud a rendszerből ragadni, akkor a teljes mikroképet meg tudja ragadni az egész rendszerről. És innentől tudja érzékelni a teljes rendszer önmagát. Tehát, ami történik, mondja Rav, hogy ezt a leválasztott részt tudjuk megragadni, hanem a struktúrán keresztül, a Hawaiian keresztül, legyen az kicsi, legyen az nagy, mindig a teljességet ragadhatjuk meg, mindig a teljes rendszert érinthetjük meg. Úgy, az emberek van 5 darab testi érzékelése, legyen az kisgyerek, vagy felnőtt, vagy öreg, mindig ugyanazzal az 5 testérzékszervvel érzékel a világot. Ugyanez történik itt. A tudós. Tehát amikor mi a tudományban arról beszélünk, hogy a fizikai világban hogyan működik, nyilván a kristályokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy akár egy darabra törünk egy kristályt, a kristály ugyanezt veszi föl, egy hologramként tartalmaz a teljes kristály szerkezetet. Tehát minél jobban felbontjuk a részekre a kristályt, ezt folytathatjuk egyébként a végtelenségig, mégis a teljes képet tartalmazza minden kristály. A biológiában minden állat, ami megszületik, nyilvánvalóan minden leszármazott az egész fajt képviseli magában. Tehát például a lepkéket, ha megvizsgáljuk, akik egy hernyónak születnek, tehát átmennek egy hatalmas metamorfózis van a hernyóból a lepkébe. Tehát a természet kódja valóban egy rovar esetében is ilyen bonyolultan alakulhat. Ami a fizikai világról beszélünk általában, akkor látni kell, hogy a fraktáloknak azért van egy behatároltsága a felosztásnak, mert a fizikai világ a kvantumfizika perspektívából nézve nagyon alapvető elementáris részecskékre, pixelekre osztható. Ezen túlmenően nem tudjuk tovább osztani, a fraktalitása az anyagi világnak egyszerűen eltűnik. És a spiritualitásban, kérdezi Boris, fantasztikus ez az adás, ha megőrülök. A pixelek tovább oszthatók a spiritualitásban, tehát egyszerűen mindennek kell tartalmaznia a saját mikro részecskének a mintázatát. Csak nem tudjuk érzékelni, és eszközünk sincs rá. Tehát
Hogy ezt a minimális szerveződést meg tudjuk ragadni, az nyilvánvalóan a szerveinknek kéne másképp működnie, mert a szerveink kvantum fénymennyiséget érzékelnek, fényegységeket a felső fényből, de a fény mindig öt részt tartalmaz, ami újabb öt részre osztható, és így tovább, ugye ez a Naranjháj. Tehát mi nem tudunk a fényből csak egy bizonyos mennyiséget megragadni, különben nem tudjuk érzékelni, elillan az érzékszerveink elől. És mivel mi a kontrasztból tanulunk, tehát a feketét a fehérből tanuljuk meg a fehéret a feketéből, tehát legalább egy akkora kvantum mennyiségű fény kell, amely elegendő felbontást ad az a vágynak arra, hogy értelmezni tudja. A következő téma, hogy minden 10 szférát tartalmaz a kabala alapján. Mit mond a fizika erről? Tehát hogy épül fel a fizika? Nagyon érdekes a háromdimenziós tér, mondja a fizikus, ugye a téridőben maradva, tehát a tér és az idő teóriája, a string teóriának megfelelően, a Hoore elméletnek megfelelően azt mondja, hogy a tér, a kicsiny részecskéknek megfelelően rajzolja ki ezt a világot elénk, és az összes részecske semmi más, mint frekvencia rezgő húrok, mint a gitárhúrok, és a szuperhúr elmélet pedig, ami minden részecskét egyszerre képes érzékelni, és akkor 10-dimenziósá válik a világegyetem, de ezt még nem bizonyították be, ezt a teóriát, mert a húroknak a mérete az rettenetesen kicsiny, tehát egyszerűen nem vagyunk képesek jelen pillanatban ellenőrizni ezt a teóriát. Ugyanúgy az asztrofizikában, a csillagászati fizikában, még nem jutottunk el arra a következtésre teljes egészében, hogy a tér az egy négydimenziós hipertér, egyfajta kerek szféra, mert akkor egy globális struktúra fog kialakulni, és ki fog, és már közel állunk az, hogy bebizonyítsuk, hogy minden 10-dimenziós. Tehát egy 10-dimenziós húrtér alakul ki. Nagyon érdekes, hogy a 10-dimenzió a tudományban egy nagyon különböző módon fejeződik ki. A természet miért? Miért ilyen holografikus elven épül fel, kérdezi Musi. Tehát mi van az, hogy az a kicsiny rész és az egész az ilyen módon holografikusan tartomzák egymást, Rav? Nyilvánvalóan ez az érzékelés miatt van így. Az érzékelés ugyanis annak megfelelően akul, amit képesek vagyunk érzékelni, tehát mi nem tudjuk az objektív módon tanulmányozni a természetet, mert az objektivitás nem létezik. Ahogy a professzor úr is említette, ő a Tel Aviv Egyetemről van egyébként, egy kvantumfizikus, tehát hogy elérjük a 10-dimenziós teret, nyilvánvalóan nekünk tudni kell, hogy másfajta módon is vagyunk képesek érzékelni. Azért, mert az értelmünk, az is a belső érzékelésünk is, sőt a teljes eszközrendszerünk, az a rendszerrel azonos mértékben van felépítve, azonos dimenzióban, tehát nekünk az összes érzékszervünk 10-dimenziós érzékelésben van. Tehát nyilvánvalóan a világegyetemet, ahogy érzékeljük, az lehetetlen leírna, nem lenne hozzá az eszközünk hozzáhangolva. De az is tény, hogy az embernek ki kell építeni magába ezeket az érzéseket, hogy érzékelje azt, amiről beszélünk. Nyilván a mi tudatosságunkban egy hatalmas tükör alakul ki ilyen módon, ahol visszaverődik a kozmos, és így tudjuk azt tanulmányozni. Musi. Mit jelent az, mit ad nekem ez a tudás? Meg kell érteni, hogy a tudás az tudás önmagában semmit nem ad. Ez mindig egyfajta applikációban kell gondolkodni, alkalmazásban. A kutatások, mi mindig kutatunk, ami azt jelenti, hogy az embernek szüksége van arra, hogy megismerjen valamit, hogy kielégítse a tudásvágyát, a vágyát, hogy olyan világban éljen, amit, abban a világban, amit, amiben él, azt értse is.
a létezésünkből fakad ez, hogy szeretném megérteni a létezésünket körülvevő természetet. És még azt is, ami túl van a természetünkön és a tudatosságunkon, a létezésünkön. Nyilvánvalóan ezek olyan minőségek, amiket megörülünk, hogy választ találjunk, mondja. A tudomány és állandóan applikációk feltállására törekszik. Tehát akkor felfedezed a lézert, rögtön eszközöket épít belőle. Tehát sokkal hosszabb, tehát az alapkutatások után mindig gyakorlatilag próbál fordítani a dolgokat. Így van, mondja a tudós. Tehát a tudomány nyilvánvalóan az azonnali alkalmazásra törekszik, hogyha mi ezt a holografikus struktúrát arra használjuk, hogy felhasználjuk a gyakorlati életben, mert különben nagyon nehéz lenne a kutatás is. Tehát ha mi a természetet felosztjuk részekre, és akkor ezeket a fraktál darabokat próbáljuk meg használni, akkor a tudósok élete sokkal nehezebb lenne, ám. Mert a tudósok ezért fognak egy élő szervezetet, részekre szedik, és megpróbálják kitalálni, hogy ezek a részek hogy kapcsolódnak össze, és hogy adják meg az életnek a megnyilvánulását. Tehát csak ilyen módon tudjuk megragadni az élet, hogyan keletkezett. Ugyanez a dolog működik a kabalában. És a részecskék közötti egymásratásban megy meg az élet a kabala szerint. Mikor a részek összekapcsolódnak, akkor az életet hozzák létre. Oké, mondja Musi, tehát... Ugye azt tanuljuk, hogy a tudományban, illetve azt mondjuk a kabalában is a tudományban is, hogy információsan nem vészel. Tehát, hogy a teleportációról beszélünk, mi történik, mi nem tudunk valahol eltűnni, mosolyog. Mit mond a kabala erről a témáról például? Az embereket ez borzasztóan érdekelne, hogy lehet egyik A helyről a B helyre teleportálni. Eltűnünk, vagy nem? Én nem tudom, ebből még sokat nem foglalkoztam, mondja. Igen, mondja a tudós. Ma a kvantum teleportáció az egy egyre növekvő terület a kutatásoknak. Itt arról szól a történet, Einstein írt erről a kölcsönkapcsolatról, hogy az információt hogy lehet 0 perc alatt átvinni a helyről a B helyre. De hát tudni kell, hogy az a teleportáció maga ellenmond a kvantumfizikának. Ugye van egy ilyen Pukin kölcsönhatás, ez nem tudom micsoda, amire hivatkozott most. Amikor arról beszél, hogy van két részecske, akik egy távoli kölcsönkapcsolatban vannak, majd az egyik részt megváltoztatom, és a második rész pontosan annak megfelelően fog változni, hogy az első rész megváltozott. Még akkor is, hogyha semmilyen jel nincs köztük, semmilyen transformáció nincs köztük, tehát az információ átmegy valami ismeretlen módon, ahogy össze vannak kapcsolódva. Tehát nekünk vannak ilyen elementáris objektumok, mint a molekulák, atomok és az elektron. Tehát lehet, hogy az egyik helyen egy atom eltűnik, és több millió mérfölddel később ennek a molekulának a másolata jelenik meg. De hogy ez azt jelenti, hogy teleportálunk egy egész testet, ezt nem hinném egyelőre. Elméletileg lehetséges, de egyelőre nem tudjuk, hogy életben maradná ez a test egyáltalán, mondja a tudós. Hát a kapcsolat nyilvánvalóan nagyon fontos, mert át lehet adni információt. Tehát ha nem sértünk meg semmilyen természeti törvényt, és kabalista törvényt sem, az információ átadható. Oké, tehát általánosan beszélve, mit jelent az energiának a megőrzése? Ugyanez a dolog, tehát az energia nem tűnik el, nem? Rav. Nem, az egyik szintről a másikra viszont átalakulhat. A kabala beszél erről, tehát... hogyan lehet az egyik állapotból a másikba átvinni energiát, mert mértjük pontosan, a tudomány se mondja arra, hogy mi történik, a tudós. Így van, tehát az energia konzervációja, a természet, általános természeti törvényének megfelelően történik. Mégpedig egyetlen dolgot ismerünk, hogy a tömeg és az energia ekvivalens fogalmak,
tehát a fizikának az alapvető törvénye, hogyha valamilyen behatárolt energia, akkor az Einsteini jelen képletnek megfelelően ki lehet számolni, hogy egy energia mekkora tömegnek felel meg. Tehát a tudósok tudják, hogy egy bizonyos fajta információt bír el bizonyos anyagi terület. Tehát minél jobban, minél alacsonyabb az energiának a koncentrációja, annál kevésbé látható ez, de hogyha nagyon sok az energia koncentráció, akkor az anyag nem bírja elviselni. Oké. Okay. Na de amikor tehát a tudomány lassan megtapasztalja, így van, tehát Einstein nem fogadta el a kvantum mechanikát, mert ő látta, hogy ez egyfajta miszticizmusnak is a területe. Ma azonban alapvető kutatási tények igazolják, hogy az információ átvihető anélkül, hogy anyagi kapcsolat lenne két dolog között, és valóban az információ nem kell, hogy anyagi hordozója az információ átadásának, tehát ilyen módon a fénysebességnél gyorsabb energiát, vagy információ átadás lehetséges. Oké, tehát akkor, amikor meghalunk, valami hasonló történik, Rav? Tehát a természet valamennyi részével ugyanerről beszélünk, mondja Rav. Értjük a testet, mondja Musi, de mi van a tudatossága? Az értelem és a tudatosság az nem tűnhet el. Hát hogy tűnhetne el, mondja Rav? Tehát nyilván van egyik formában átmegy a másikba. Tehát az egyik hordozóból a másik hordozóba. Tehát hogyha... Van egy lehetőség arra, hogy kijelentsük, hogy a mi tudatosságunk az ember körül létezik tulajdonképpen, nem is az emberben, hanem egy másik dimenzióban, egy másik térben az ember körül, mondjuk így, tehát nem szükségszerűen az agy az, ami tartalmazza ezeket a dolgokat. Tehát így lehet valami fajta általános tudatosságot keresni, kiesett, az fordítónak az internetet. Tehát, hogyha, oké, tehát van egy általános tudatosság, és van egy egyéni, vagy személyes tudatosság az emberben, amit meg lehet ragadni. Tehát az általános tudatosság az embereshez, hogy lehet kapcsolódni? Tehát létezik ez a kétfajta tudatosság, Rav? Minden létezik, tehát soha semmi nem tűnik el. Különböző részekben nyilvánul meg újra és újra valamelyik tudatosság. Oké, ezt én értem. A te identifikációd, az egyediséged valóban nem azon múlik, hogy mennyi információt értéged, mert az soha nem fog elveszni, hanem hogy te milyen viszonyban vagy az információval, az a te egyediséged. A Kabbala pontosan ezt írja le, én nem tudom, mondja Rav, a tudós. Így van, valóban. Én azt gondolom, hogy a tudatosság az egy globális jelenség. Ez a természetnek egy alapvető minősége, ahogy mondtuk. És mi az egyéni tudatosságot valóban egy kicsi hieroglifikus részecskével meg tudjuk ragadni. Tehát így lehet megérteni az általános az egyedét. Tehát nyilvánvalóan a fizikai testen túlmenően is érzékelhető ez, Rav. De hát nyilván az anyagi részecskék és anyagi világban hiszen csak egy illúzió kabala alapján, tehát itt nem tudunk megragadni semmit a tudatosságból. Tehát hogy is mondjam, mondja Rav, ez egy illúziós világ, illúzió világ. És minden más egyébként meg a tudatosság. Akkor még egy témánk van, a kabala edényről és vágyról beszél, két ellentétes minőségről. Ez a dualitás. A fizikában ez valóságos, vagy nem? Igen, valóban így van. A fizikában nagyon sok példa van erre, hogy a természetünk az duális. Az anyagnak ez a felosztása, anyagi részecskékre és egyéb részecskékre, amelyek a kölcsönkapcsolatot hordozzák a részecskék között.
Ez abszolút így van. Tehát két különböző fajta részecskéről beszélünk. A bozonokról és a nem tudom mikről, erre nagyon sok példa van. Tehát minden a világban dualitásban létezik. Tehát bármelyik jelenségre pillantunk, mondja a fizikus, két erőt kell, hogy tapasztaljunk, amelyet magába foglal. De a rendszer alapvetően mindig az egyensúly állapotra törekszik, vagy egyensúlyban van. Tehát ez a két állapot van a rendszernek. Így van, mondja Rav. Tehát a természetben az eszközök mindenképpen duálisak, mondja Rav. Tehát valóban az egyik a maga a tárgya a teremtésnek, a másik pedig a köztük lévő kölcsönkapcsolat. Oké. De van a sötét anyag, ami nagy titkos dolognak tekintett. Mit mond erről a kabala? A kabala nem beszél erről. Nem érinti ezt. Lehet, hogy a mi világunk közötti átmenetet képviselnek bizonyos elemek, de a kabala nem beszél erről részletében. De el tudnám mondani, hogy a kabala mi az, amit kutat az emberi tudatosságot, Rav? Mi valóban a két minőséget kutatjuk. Az adakozásnak a minőségét és a megszerzésnek a minőségét. És ennek a kettős minőségnek köszönhetően tudunk a természetben egyensúlyt teremteni a két vágy között. Tehát így lehet a szintek között egyensúlyt tartani, és így építünk ki. Mit jelent az, hogy a kabala a világot kutatja? Kérdezi Musi. Ez azt jelenti, hogy a tudomány ezt a világot kutatja, a kabala pedig mindig a következő szintet kutatja. Ez is tudományos eszközökkel természetesen, de nem ezen a szinten, hanem a következő szinten. Moszkvából kérdezi valaki, mi a spiritualitás és a materializmus közötti átmenet? A határvonal az emberben van, a kettő között. Tehát az ember dönti el, hogy spirituális világ vagy materiális világ, az embernek a viszonyában lehet ezt kiértéken és mérni. Ez egy nagyon szubjektív viszony az életben. Oké, de a tudományban van két alapvető minőség, mint a kabalában az adakozás és megszerzés. Van ilyen dolog? Van valami hasonló a tudományban? Minden részecske ilyen módon működik. Tehát a kvantumfizika azt mondja, hogy van egyfajta részecske, ami egyfajta önérvéstő módon működik. Tehát, hogy tehát a cselekedetekben nyilvánvalóan másfajta passzív részecskék is részt vesznek. Ami nagyon érdekes statisztikát mutat, hogyha megvizsgáljuk, hogy vannak, mondjuk így, hogy egoista részecskék, és vannak kevésbé egoista részecskék, akik szinte észrevétlen interakciókat, kölcsönkapcsolatokat jelentenek meg az anyag mögött, és ez egy nagyon érdekes statisztika, ezeket megvizsgáljuk, hogy a bozonok és a fényt hordozó részecskék valóban, amelyek aktív részecskék, amelyek valóban egyfajta egoista módon építik ki a kölcsönkapcsolatukat. Tehát nyilvánvalóan, tehát a fotonok például olyan részecskék, amelyek elektromágneses kölcsönkapcsolatokat továbbítanak a kölcsönkapcsolataikban, és akkor a kettő így fog kombinálódni, tehát lesz egyfajta befogadóbb részecskék,
Így vagyunk teljesek, ezért nem veszünk szét. Mert vannak részecskék, amelyek a foton befogadására alkalmasok, mert ha nincsen foton, ez is egy érdekes dolog, mondja a fizikus. Eltűnt a fordítás. Tehát a matematikai megfelelés a fizikának leírják a lehetőséget egy átmeneti állapotra, ami nem szükségszerűen nem egy egoista típusú részecske, hanem egyfajta ilyen a másik csoporttal összekeveredik, amelyik valóban, de ez egy nagy misztérium, amit a fizika, amit csak most kezd el tapogatni. Oké, tehát akkor a fény összekeveredik az edénnyel, tehát hogy a testné, az edény nélkül nincsen fény. Tehát mondhatnék talán egy példát erre a fizikából, mondja a fizikus. Tehát hogy a tudomány hogy tudja ezt megragadni. Tehát nyilvánvalóan, amikor megkezdődnek a kölcsönhatások például, akkor, ahogy mondtam korábban, vannak olyan kölcsönkapcsolatok, amelyeket a bozonok visznek át, és a nagy robbanás pillanatában bozon tömeg jött létre, amely, és aztán voltak a ferionok, amelyek pont az ellenkétes részecskék. A fizikában ezek nem léteznek, még nem tudok kimutatni a ferionokat. Ezek ugyanis virtuális állapotok, potenciált hordoznak, tehát nyilvánvalóan ezek a potenciálok, tehát azért bozonnal kezdett a robbanás, és aztán majd a fermionok megjelentek, és később jelentek meg. A fermionok ugye azok, amelyek hatalmas egoista módon hozzák létre a kölcsönkapcsolatokat. Elektron, bozon, nagyon érdekes, amiről beszélünk, Rav. Ezek a részecskék örülnek, hogy ez épít ki téged, mondja Musinak. Nagyszerű. Tehát a legfontosabb törvény ugye a szeress fel, mert önmagad. Hogy érvényesül ez a fizikában? Hát milyen fajta alapon kérdezed ezt a kérdést? Pszichológiai, kémiai vagy fizikai forma alapján? Vagy a kabbalista forma alapján? Kabbalista, mert én kabbalát tanulok, Rav. A szeress felbarátod, mint önmagad, ez azt jelenti, kilépek az egómból, ami az én természetem. Egy döntés hozok. Pszichológiailag ez az én természetem. Tehát én fölemelkedek ennek a természetnek, teoretikusan, és akkor elkezdem az egész univerzumot érzékelni, a teljes univerzumot másképp érzékelem, másfajta megértéssel, másfajta fénnyel, mert én belsőleg másképp kezdek el látni mindent, én az adakozás a szeretet tükréből látok mindent. Ez azt jelenti, az én érzékszerveim másfajta minőséget kezdenek el, másfajta értékeket fedeznek fel. Ezért egy teljesen másfajta világot látok. Egy szeretetnek nevezzük, mert ez azt jelenti, hogy én mindenkinek jót akarok a világban azzal, hogy így akarom nézni. Tehát a kabala tudománya, mondja, amit mi szeretetnek nevezünk, az az állapot, amikor valóban egy attitűdöm a többiekhez, ahol valóban ki akarom tölteni mindenféle vágyakkal őket. Szeretném megadni neki, amit meg tudok adni neki. Ez itt szeretem őt, így nyilvánul meg. Oké, de csak akkor történik meg, hogyha én kilépek önmagamból, nem? Amikor te elkezded érezni a másikat, úgy, mint magadat, akkor a teljes korrekciódat éred el. Kilépsz ennek a világnak a korlátai, most bejössz a következő világba, és akkor érted egy magasabb szinten a tudatosságot. Van a fizikában olyan szeretet, hogy a proton szereti az elektront? Mondhatjuk ezt. Mi valószínűleg mondhatjuk, ez egy nagyon érdekes jelenség a fizikában, amit szinergiának nevezünk. Amikor a rendszer egy arrendszerrel szimpatizálni kezd,
Tehát nagyon érdekes ahhoz képest, amit a Kabbala mond, hogy az emberek közötti kapcsolat hogyan nyilvánul meg, amikor az emberek összekapcsolódnak, akkor valami teljességet kezdenek el érzékelni, nem felosztottságot. Az általános nagyobb, mint a részek, ugye? Így van, tehát a foton másfajta dolgot hordoz, mint mondjuk a bozon. Tehát a fény nélkül lehetetlen. Így van, fény nélkül semmi nem érzékelhető. Tehát a fény a teremtő? Rav. Általánosan kimondhatjuk, hogy a teremtő nyilván meg, de a fizika is érti már, hogyha van egy elsődleges fény, a primordiális fény, ami feltárul, és akkor minden más, az hirtelen fejlődni kezd ettől. Tehát a részek, oké, tehát azt is mondhatjuk, hogy a fény az, ami hordozza ezeket a dolgokat, természetes módon igen. Ugyanezt történik a vágyunkban is. Így van. Tehát mi, amikor a fény eltűnik, akkor minden részeire hullik. Oké, tehát akkor mi ezt látjuk a világban. Ezért látjuk annyira másképp a dolgokat, mert más és más fény van mögötte. A fizikában nyilván ez mással mi működik. Tehát például a kémikusok elkezdtek az agyat kutatni, és különböző vágyakat majd el fognak tudni magyarázni kémiai reakciókon alapján is, és eljutottak arra a következtésre, hogy különböző vágyak kifejezhető kémiai anyagokban is, tehát például a szeretet a szándékban kell, hogy kifejeződjön, ami fölemeli az embert az állatnak, hiszen az állatok van a vágy és a szándék, az ugyanaz. Az ember az, aki fejlettebb, és ezért a szándék, az megkülönböztető a vágytól. A kémikusok pedig elkezdték kutatni, hogy írják le ezt a különbséget. A szándék a természet fölött áll, az anyag fölött, ez igaz. Na, de akkor valamit mond a szándékról, az mi? Rav. A szándék, amit én valóban el akarok érni, a felső fény segítségével, hogy ez befelsőjön engem a saját vágyaim felett. Ezért mondjuk azt, hogy amit a professzor mondott, minden szétesik, ha nincs mögött ez a szándék. Tehát nem a vágy, nem a fény. A fény, mondja Rav, az egy külső forrás az energiának. A vágy az ugye az adott, az létezik, az az én anyagomnak a része. Meg akarom újítani a vágyat, új állapotba akarom vinni, akkor a vágynak egy új állapotot, az új szándék fogja adni. És a legtöbb részben nincsen ilyen szándék megváltozási lehetőség, hiszen az anyagra vonatkozik valamilyen módon, és nekem a felső fényhez kell viszonyulnom így, ami megváltoztat engem. A kabbalában ezt hívjuk szándéknak. Ott a következés pedig az, hogyan látják önök a jövőt, a tudomány és a kabbala közötti dialógust. Én azt gondolom, mondja a fizikus, ez egy olyan út, amit a tudománynak mindenképpen követnie kell, mert a tudomány válságban van, ez egy Nobel-díjra aspiráló ember, mert a kabbala pedig egy új lehetőséget tár fel nekünk, olyan alapokat, amiről a tudomány újra el tudna rugaszkodni, és vissza tudna térni az örök alapjaihoz. Én biztos vagyok benne, hogy a kabbalai tudomány egyre jobban fog együtt járni, kéz a kézben. Nekünk a kabbalát olyan szintre kell vinnünk, ahol gyakorlatban lehet használni és alkalmazni a hétköznapi emberek életében is, és akkor valóban meg fogjuk találni azt a teljes együttműködést a kabbala és a tudomány között, ahol valóban képessé válhatunk mind a kettőt leírni egy nyelvezettel. Ez, amit én látni akarunk, hogy ez lehetséges. Legyen az klasszikus fizika, vagy kémia, vagy biológia, független attól, milyen tudományról beszélünk,
Én azt szeretném látni, hogy egy nyelvet beszélünk. Oké. A kabalának megfelelően valóban a természetnek a legfontosabb állapota a teljesség. Tehát nekünk megfelelően kell kezelni mindezt. De sokszor fogunk még találkozni, és beszélni fogunk erről. Mindenkit csókoltatok, magyarabb. És boldog új évet. Nyilván fizikai új évet. Jó barátaim!